Megkezdődött a magyar-szlovén közös rendezésű U21-es labdarúgó EB, a kinizsi utánpótlásából néhány focista különleges lehetőséghez jutott. Az U14-esek azt a lehetőséget kapták, hogy labdát szedjenek a Fehérváron történő U21-es Európa-bajnokságnak a csoportmeccsein. Ez három meccset ölel fel, ma ugye a nyitó meccs az Magyarország-Németország U21-es csapata, szombaton játszik a Németország-Hollandia, és akkor jövő hét kedden pedig a Magyar-Hollandon lesznek ott a srácok. Ők lesznek a résztvevők, és ők lesznek a labdaszedői ennek a tornának mind a három alkalommal. Az MLS-től kaptuk ezt a lehetőséget. Egy előző szívesség miatt, amikor ők itt tartották a Funinho bemutató edzést, ennek fejébe ezt kaptuk ajándékba. Először is nagy megtiszteltetés, hogy részt vettünk ezen a EB-n. A németektől Circére lennék kíváncsi, aki a Bayernnél focizik, és most kölcsön van igaz Olaszországba, de a játékára lennék kíváncsi. A magyar részről sok MTK játékosra, a fiatalokra. Hát német részről meg igazából ott mindenki jó már szerintem, aki ott van. Igen, hát gyakorlatilag a csapatnak a nagy része Bundesliga, talán egy a belga bajnokságból, egy a Salzburgból, de tényleg már most is sztárok. Hát igen, azért mindegyik már nevesebb csapatban van. Magyarok is már kezdenek. Remélem szép jövő áll előttük. Oké. Okay. Én a németekre lenni kíváncsi. Ez már majdnem felnőtt, ugye itt azért azok a fiatal játékosok, akik tehetségesek, azok valószínűleg már ezekbe a csapatokba bontogatják a szárnyékat, hát onnan válogatnak a szövetségi edzők. Hát nem tudom, hogy a srácok mit mondtak, mire tippeltek, mindenki másra gondolom, de azt tudom, hogy nagyon is utána néztek, hogy a keretekben milyen nagy nevű játékosokat lehet megtalálni, melyik klubokból. Én Zsóri Dánielre lennék kíváncsi a Puskás Díjas gólja után, hogy élőben milyen látni, játszani, meg a válogatott játékosokat, akik mondjuk az én pozícióban játszanak, hogy megfigyelni az ő játékokat egy magasabb szinten. Van egy magyar középső védő, Balogh Botond, aki Olaszországban játszik, nekem megnézném, hogy vérekezik. Na akkor csatlakozz, légy szíves a tipmixhez, te mit mondasz? Hát a szívem alsúgja, hogy 2-1-re nyerünk. Hát akkor úgy legyen, és Karcsi, még akkor Schlusspoénnak egy kérdés a végére. Hát megint válogatott meccse mennek a játékosok. Nyugodt vagy? Nincsen deja vu érzésed? Jaj, hát ez egy fogós kérdés. Nem, próbálok teljesen elhatárolni, nehezen megy, de remélem nem lesznek ez miatt problémáink, csak reménykedni tudok. Te is mész egyébként a srácokkal? Nem mehetek, egy kísérő mehet, a Zsigmond Laci lesz, aki kíséri őket. Nagyon nagy élmény, én úgy gondolom, a srácoknak azért itt a megyéből 8 srác pont, ők kerültek ki belőle. Remélem azért tudunk belőle tanulni, ott minden rend lesz a srácoknak. Igaz, nézők nélkül lesz ez a mérkőzés sajnos, ez a Covid helyzet miatt, de én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon nagy élmény lesz a srácoknak, és bízom benne, hogy mind a három meccset fogják, mert ugye három meccsről szól ez a történet. Ahogy mondta a Zsüli is, én is a Magyar Légióra lennék kíváncsi, hogy szembe tudnak-e szállni az ellenfelekkel. Ahogy mondta a Zsüli, a védőkre lennék nagyon kíváncsi, és hogy tényleg le tudják-e győzni őket, például a hollandokat vagy a németeket. Oké, okay. És akkor itt vagy te végül. Én is a magyarokra is és a németekre is egyaránt kíváncsi lennék, főleg a védőposztra. Mivel én is azon a poszton játszok, és érdekel, hogy ott milyen produkálnak az U21-esek. A srácokat is kérdeztem, tipmix, mit vársz? A legjobbakat kívánom a magyar csapatnak, remélhetőleg győzelemmel fogjuk zárni ezt a napot. A tippelésnél egy utólag nagy volt a kincstári optimizmus, ma 6 órakor azonban lehet kozmetikázni Románia ellen.